megnéztük az adásaidat, hogy te ott voltál a Play It házon. Mik a vélemények? Hogy tetszett az neked? Hát egyrészt elnézést. Figyelj, tök érdekes dolog, mert ugye itthon ez az első ilyen dolog volt. És teljesen nem tudtuk az elején, hogy milyen lesz belőle, mert ugye az, hogy kiállításokon, meg ilyen-olyan ugye ilyen pár órás show-kon, az, hogy összetereltünk videósokat, ez már működött, de az, hogy folyamatosan két hétig, 12 órákban ezt megcsinálni, nem tudtuk, hogy egyrészt a videósok ezt hogy fogják venni, nem tudtuk, hogy a közönség ezt mennyire követi, mennyire hajlandóak vagy képesek napi 12 órába leülni. Iszonyatos pozitív csalódás volt, tehát ahogy az első nap, amikor még voltak gyerekbetegségek, meg mindent, már ott is így ütöttük a napi 100 000-es nézettséget, és hát a végére meg ilyen 250 000-nél voltunk, és mindez tényleg a nullából sikerült egy két hét alatt fölhúzni, iszonyatosan jól esett, és ami nagyon érdekes volt, hogy egy csomóan ugye a videósokról annyit látnak, hogy följönnek ilyen színpadokra, játszanak 20 percet, meg aláírásokat adnak, és ennyi, és itt pedig látszott egy csomó mindenkinek azt, hogy ő egyébként a valójában milyen, lehetett tőlük úgy kérdezősködni, hogy nincsenek időhöz kötve, nincsenek ahhoz kötve, hogy most még 38 000 embernek kell aláírást adni, meg ilyesmi. Tehát éppen azért szerintem egy picit talán abban segített ez a műsor, hogy megmutassa az embereknek azt, hogy ezek a videósok, ezek emberek egyébként, legalábbis nagy részük. A másik pedig az, hogy ugye ilyen nagy sztereotípiákat is szétszaggattunk ezzel, vagy legalábbis próbáltunk, hogy ugye ez az egész ilyen gamer meg youtuber dolog, ez arról szól, mindenki játszik ezzelre, mint a hülye, és aztán akkor már nagyon kidől, akkor elalszik. És tényleg az, hogy néha teljesen komoly dolgokról is tudtunk beszélgetni, akár együtt, akár a csetelőkkel. Olyan dolgok kerültek szóba, akár a családon belül erőszaktól kezdve a szegénységig, depresszióig, meg minden egyéb, amikor hirtelen egész addig marhulás volt, és olyan történetek jöttek vissza, olyan emberi sorsok, amikor hirtelen azt éreztem, hogy baromi, baromi fontos, tehát hogy visszajött az egésznek a felelőssége. Szóval lesz folytatása mindenképpen. Szuper, nagyon jól hangzik, még egy kicsit kitérés, hogy de hogy kerültél be így legelőször ide a Play It-re, hogy jött ez? Szóval én ugye annak idején ugye újságíróként, meg zenészként, műsorvezetőként is nagyon sokfele dolgozom, és mivel ugye egyrészt a GameStar-ban és a GameStar szerkesztőségében dolgozom már elég jó ideje, másrészt pedig ugye színpadi emberként, meg műsorvezetőként is, éppen ez a kettő ez nagyjából összecsapódott, és hát én még a Play It-eknek az elődjeit is csináltam, tehát még nem tudom hány éve volt olyan, hogy Budapest Game Show, meg World Cyber Games, meg hasonló, amik még jóval kisebb helyen Budapesten voltak, és aztán ugye először Play It lett belőle, aztán kinőtte magát ott is, és egyenlőbb helyszínek, és utána akkor most már jön az országjárás. Én meg benne ragadtam, és jó is, szóval én most már úgy nagyjából standard programként tekintek arra, hogy amikor Play It van, akkor én... Akkor jött, igen. Kicsit elkanyarodva ettől a témától, gondolom láttad, hogy egyre nagyobb cosplayes felhozatal jelenik itt meg a rendezvényen, erről te hogy vélekedsz? Mennyire a te stílusod, vagy ilyen? Vele más ez a dolog nálam, mert én egyrészt, amit nagyon értékelek ebben az egészben, az, hogy a cosplayerek mekkora energiát és ügyességet ölnek bele, hogy a saját cuccaikat megcsinálják. Tehát igazából most már látom a különbséget abban, hogy milyen az, amikor valaki megrendel egy gumiruhát az AliExpressről, és ugyanúgy néz ki, mint 6 másik, vagy pedig azt látom, hogy valaki fél éven keresztül szabja, varja akár teljes képzettség nélkül az utcait. Annak minden respektem. Szuper, köszönöm, hogy erre válaszoltál, és további szépen. Köszönöm.